évvel ezelőtt adtuk át ezt a gyönyörű létesítményt itt Gödöllőn, és akkor egy úttal megalapítottuk a Mate Geasznak a vizes szakosztályait, női, férfi vízilabda szakosztály, az úszó szakosztály. Csak azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy rövid időn belül az országos bajnokságban méretjük meg magunkat. Felnőtt csapatunk a Mate Geasz MSA Gödöllő férfi vízilabda csapata játszik bajnoki meccseket. Az OB2-es országos bajnokságban ez a harmadosztály, ahol most először van Gödöllőváros történetében hazai bajnoki mérkőzés egy férfi vízilabda csapatnak. Nagyon örülök, hogy bemutatkozhattunk itt a hazai pályán, és két győzelemmel sikerült debütálnunk itt van. Eddig 5-5 a mérlegünk, mind az 5 mérkőzésünket megnyertük újonc csapatként. Ez egy nagyon fontos mérkőzkő, de a cél nem ez, hiszen szeretnénk tovább jutni az OB1B-be, illetve az OB1-be. Az első meccs elég pörgősre sikerült, és a második egy sokkal jobb játékkal elért győzelem volt. A csapat keretében a 23 főből összesen 9-en a Mate hallgatói. Abban segít az egyetem a felkészülésekben, edzésre járásokban és a meccsekre járásokban, hogy ösztöndíjat kapunk az egyetem részéről. Személy szerint is fontosnak tartottam, hogy ennél a fontos eseménynél, amikor az első országos bajnoki meccsünket itthon játsszuk, személyesen jelen tudjak lenni.